10 középiskolás csapat sorakozott fel a Nagykállói Budai Nagy Antal szakgimnáziumban. A megyei rendészeti csapatversenyt immáron 4. alkalommal rendezték meg a településen. A tanulóknak az elméleti tudáson túl gyakorlati tapasztalataikról is számot kellett adniuk. A megyei rendőrfőkapitány az eseményen kiemelte, a Nagykállói intézmény hosszú évek óta bástyája az utánpótlás képzésnek. Farkas József hozzátette, a hatósági szerveknek nagy szükségük van azokra a fiatalokra, akik felelősséget éreznek hazájuk védelmében. Nem csak a rendőri pályára, hanem akár a büntetés végrehajtás, vagy a katasztrófa védelemnek a szép pályájára is. Persze én nyilvánvalóan egy kicsit hagy beszéljek haza a rendőri pályát részesítse milyen szempontból előnyben, hiszen munkatársaim felkészültsége kellő garancia ahhoz, hogy a megyénkben rend van, alapvetően közrend, közbiztonság megfelelő szintű, és ne felejtsük el, hogy itt azért egy megfelelő határbiztonságot is kell szolgálni, tehát a határrendészeti szolgálati ágnak igencsak toppon kell lenni, akár az ukrán, akár a román határszakaszon, az egy nyúlfartnyi szlovák szakaszunk is, de az ugye teljesen más, egy vízi határ. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum főigazgatója beszédében hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik legelőkelőbb helyen szerepel az országban a rendőrképzés tekintetében. Bugya László úgy fogalmazott, ehhez szükség van a folyamatos fejlesztésekre, éppen ezért a Budai Nagy Antal szakgimnáziumon is kialakítottak egy rendészeti szaktantermet, amely a jövőben hatékonyabbá teheti a középiskolások képzését. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum 5 tagintézménye közül, 5 iskolája közül 4 iskolában is van rendészeti ágazati képzés, és immáron ez a 3. olyan iskola, amelyben rendészeti kabinet kerül átadásra. Ebben a szaktanteremben a belügyminisztérium, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság segítségével azokat az eszközöket jelenítjük meg, amelyek a fizikai és elméleti felkészítéshez feltétlenül szükségesek. A centrum pedig magát a berendezést biztosította, illetve azokat a használati eszközöket, amelyek az oktatáshoz szükségesek. A megyei rendészeti verseny legjobb csapata az országos viadalon képviselheti megyénket, melyet a hagyományok szerint a tavasz folyamán rendeznek majd meg.